Alma, légy oly kedves, és tölts nekem egyet abból a konyakból. Szükségem van a ruhádra, a csizmádra és a motorodra. Ne haragudjon, de milyen motor ez? Ha nem tűnt volna fel, épp a hölgyel beszélgetek. Belép ide, és még csak nem is köszön? Talán egy jó napot kívánok, nehezére esett volna? Hagyd, Feri, nem látod, hogy be van drogozva? Jó, hogyha nem konfrontálódunk. Nem hagyom. Köszönném, mindig is tudtam, mert így neveltek. Szükségem van a ruhádra, a csizmádra és a motorodra. Hogyha nem tűnt volna fel, magának ez itt egy presszó. Ha használt ruhát akar venni, akkor menjen a sarki turkálóba. Na ide figyeljen, fiatal barátom. Ezt a bőrkabátot még Jutkától kaptam a 10 éves házasság évfordulónkra. Úgyhogy szó nem lehet róla, hogy magának adom. A csizmáért pedig 3 hónapig kecsöltem Góliátnak, amire megvettem. Úgyhogy nagyon sajnálom, de azt sem adom. Motorom pedig nincs is. Ide is Matyik a kemping kerékpárjával jöttem. Szükségem van a ruhádra. Szüksége van? És tudja, hogy nekem mire van szüksége? Magasabb bérre, nagyobb lakásra, és hogy Janka néni végre eltűnjön az életünkből. Mégsem követelőzöm itt mesztelenül mindenki előtt. Egyébként is láttam már magát valahol. De maga az a szatír, aki fél éve megtámadta Julcsit. Alma, hívd a rendőröket, addig megpróbálom feltartani az újdonsült barátunkat, amíg ideérnek. Remek, már megint szétfedik a presszó. Remélem, hogy János mindjárt megérkezik. Ne! Csak a farmeremet ne! 2 évig nem vacsoráztam, hogy megvehessem!